Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsorát látják június 29-én hétfőn. Negyedszer rendezhet UEFA Futsal Cup mérrándot a Rábaeto. Két vasúti kocsi gyulladt ki Nagyigmándon, és évi 2 millió eurós szerződést kötött a Rába az egyik prémium autógyártóval. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk mai adásunkban, de először mutatjuk kiemelt híreinket. Idén is volt Szent László napok Győrben, a kilátogatókat a lovakkort idéző hangulat várta. A vitahevében egy késsel megszúrta lakótársát egy nő Győrben, súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás. Nem csak a színpadon, hanem a sportpályán is bizonyítottak a Győri Nemzeti Színház művészei. A Kecskeméti Színész Olimpiáról 14 aranyérmet hoztak haza a társulat tagjai. És kedden még előfordulhat többfelé eső, de a következő napokban már felmelegszik az időjárás. Adásunk végén részletesen is elmondjuk, mikor tér vissza a nyári idő. Több százan voltak kíváncsiak az idei Szent László napok programjaira. A rendezvény idejére a győri belváros és az Aranypart is középkori köntösbe öltözött, ahol az érdeklődők betekinthettek a korabeli élet mindennapjaiba. A lovak királyra emlékeztek az egyház és a győri közélet ismert képviselői. Az ünnepség a Szent Misével kezdődött, melyet a körmenet követett. Mind a szakrális, mind pedig a szórakoztató programokra egyaránt sokan voltak kíváncsiak. Zenés felvonulással kezdődött meg az idei Szent László napok. A középkori köntösbe öltöző aranypartra a hétvégén rengetegen látogattak ki. A forgatagban a rendezvény ideje alatt különböző programok várták az érdeklődőket. Hát jó, mert hagyományokat őrzenek, és akik mondjuk nem ismerik azokat a hagyományokat, meg tudják ismerni, és tovább tudják adni majd. Kopjatöréstől kezdve a különböző lovagi játékokig, a csatacsillaghajítás, dárdahajítás volt itt bemutatva a barantásoknak, a különböző lovagrendeknek, Szent Győr, Szent László. Tehát én úgy gondolom, hogy egy igazi kánoán vagy kis kavalkát, középkori kavalkát fogadta a közönséget. Tegnap is voltunk, igaz, hogy az eső esett, de kitartottunk, itt voltunk este 8-ig, és ma is kijöttünk, és remek programok vannak gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az aranypartra látogatók látványos csata jelenetet is végignézhettek, a lovasok éppen a kun és a magyar összecsapást elevenítik meg. Ez egyik legnehezebb része ennek az egész hétvégének, ugyanis 80-100 embert kell koordinálni, ugye a két csapatban olyan 50-50-en vesznek részt gyalogosok, lovasok együtt, és tulajdonképpen próbálunk rekonstruálni egy ütközetet, ahol a kunok veszítenek, úgymond a Szent László lovagokkal szembe. Miért volt jó? Mi tetszett benne? Minden. Zaza? Nekem azt tetszett, hogy a magyarok nyert. Az érdeklődők a sólymászattal is megismerkedhettek közelebbről. Nem véletlenül, hiszen a lovak király is foglalkozott egykor madarakkal. Szent László nap kapcsán vagyunk jelen, és Szent Lászlóról tudjuk, mint lovak király, aki ugye a hadban és lovaglásban és egyéb tevékenységben, vadászatokon folyamatosan gyakorolta magát és képezte magát. Tudjuk róla, hogy sólymászott, sok sólymászati emlék van róla. A rendezvény két napjára természetesen a hagyományőrök vették birtokukba a korabeli szállásaikkal az aranypartot, ahol az érdeklődők betekinthettek a középkori élet mindennapjaiba. Éves szinten 2 millió eurós, vagyis nagyjából 630 millió forintos megállapodást kötött a Rába az egyik prémium kategóriás járműgyárral. A partnervállalat nevét nem hozták nyilvánosságra, de azt tudni lehet, hogy 2007 óta együttműködik a két cég. A járműgyártó új utánfutó típus tervez, ennek a futóműveit fogja szállítani a Rába. Az új alkatrészek sorozatgyártása jövőre indulhat el, addig a mintadarabokat készítik el. A győri székhelyű vállalat közleménye szerint az új megállapodás azt jelenti, hogy Európában nagyjából minden harmadik, negyedik teherautóba szerelnek Rába alkatrészt. Több mint 600-zal csökkent májusban a regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében a munkaügyi központ tájékoztatása szerint.
A májusi adatok mind az előző hónaphoz, mind pedig a tavalyi év hasonló időszakához képest csökkenést mutatnak. A nyilvántartott álláskeresők száma egyébként 2,2% a megyében. A munkanélküliek csaknem kétharmadának középfokú, 10%-uknak pedig felsőfokú végzettsége van. Az álláskeresők számán belül a pályakezdők aránya valamivel több mint 7%. Olajos fémforgács gyulladt ki két vasúti kocsiban hétfőn a Nagyigmándi vasútállomáson. A füst miatt 15 ház lakóit az ablakok, ajtók bezárására kértek a tűzoltók. A tüzet habbal oltották el. A katasztrófavédelem mobil laborja méréseket végzett az érintett utcában, a füstön túl nem érzékeltek egyéb anyagokat veszélyes koncentrációban. Könnyebb sérüléseket szenvedett az a nő, akit lakótársa szúrt meg Győrben. A rendőrségtől kapott információk szerint összevesztek valamin, ekkor került elő a kés. A járőrök a gyanúsítottat még a helyszínen elfogták. Ehhez a házhoz riasztották a járőröket vasárnap este. A rendőrségtől kapott információk szerint két nő veszett össze valamin, akik albérlőként élnek az egyik lakásban. A vita közben előkerült a kés is. A veszekedés közben a gyanúsított felkapott egy konyhakést, és azzal megvágta lakótársa jobb felkarját. Az esetet követően a sértett értesítette a rendőrséget, a járőrök a helyszínre vonultak, a gyanúsítottat elfogták, előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben. Stábunk több lakót is megkérdezett, ők azonban nem hallották a veszekedést. Egyikük azt mondta, nem is az itt élőkkel van a gond. A lépcsőház előtt a lépcsőn, itt állandóan idegen emberek jönnek, mennek, isznak, töltögetik az italokat, hangoskodnak, rájuk szólunk, akkor ugye különböző dolgokat cseppre, szétverik a virágokat, úgyhogy eléggé zűrös a kinti helyzet, de így mentsen ki. Nem úgy van, mint régen. Régen egyik ember segített a másiknak. Most lát valamit, hogy olyan nagyon gardírozzák egymást az emberek az utcán? Nem. A 60 éves gyanúsítottnak súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. Úgy tudjuk, 35 éves lakótársa sebeit a győri kórházban látták el, ám nem kellett bent maradnia. Összesen 186 hatásértőt fogtak el a rendőrök Győr-Moson-Sopron megyében a hétvégén. Többségüket szombaton fülelték le a győri vasútállomáson, 100-nál is több menekültet szállítottak le egy vonatról. Rajtuk kívül Hegyeshalomban, Sopronban és Fertőbóznál is tartóztattak fel migránsokat. A menekültek nem rendelkeztek határátlépéshez szükséges iratokkal, így előállították őket a megyei rendőrfőkapitányságra. Befejeződött a Tatai Angol Park felújításának első üteme. A beruházás 525 millió forintba került, központi eleme pedig az Eszterházi család nyári lakjának műemléki helyreállítása volt. Az átadással egy időben elkezdődött a második ütem is, melyben egy 1800-as évekbeli helyszínrajz alapján megújítják a park faállományát és korhű módon helyreállítanak több épületet. Az első angol mintára épült magyarországi parkot egyébként 1783-ban alakította ki az Eszterházi család birtokán, Böhm Ferenc uradalmi mérnök. Az éremtábla élén végzett a Győri Nemzeti Színház csapata a Kecskeméti Színész Olimpián. A társulat harmadik alkalommal vett részt a megmérettetésen, de ekkora sikert még nem könyvelhetett el. A résztvevők 14 arany, 9 ezüst és 5 bronzéremmel tértek haza. Csak nem 30 éremmel tért haza a Győri Nemzeti Színház társulata a Kecskeméti Színész Olimpiáról. Ezzel az eredménnyel az éremtábla élén végzett a csapat. Amint egy 20 fős keret több számban indult, a legnagyobb sikerek kosárlabdában, asztali teniszben, távolugrásban, futásban és úszásban születtek. Az idei olimpiárton mintegy 100-an vettek részt hazai és határon túli színházakból. Borzasztó jó kezdeményezés, és Kecskemét még nagyon szépen megadja a módját, tehát rendesen dobogó van, fel lehet állni a dobogó első, második, harmadik fokára, érmek, kupák vannak. És hát idén úgy jött össze, hogy most 14 arannyal, 9 ezüsttel és 5 bronzzal végig a Győri Nemzeti Színház nyerte ezt a Színész Olimpiát. A sikerhez hozzájárulhatott az is, hogy legtöbben munkájukban vagy amellett naponta szakítanak időt mozgásra. A tánckarból nagyon sokan voltunk, ugye ők azért nap mint nap rendesen kondícióban vannak, úgyhogy ezzel biztos, hogy nincs probléma. Páran összejárnak így focizni is,
én jó magam úszni járok, pingpongozni járok, nem versenyszerűen, hanem csak így abszolút, hogy így a mozgás meg legyen. Hát inkább azt mondom, hogy így jó páran vannak, akik így a mozgásra azért mindenféleképpen szánnak időt, bármennyire is hosszú a nap a színházban. Máté Rihárd azt mondta, a játékok jó hangulatban teltek, mert a Színész Olimpia a sport mellett a könnyedebb kikapcsolódásra is alkalmat adott. Idén először rendezték meg párhuzamosan a Mosonmagyaróvári Volutát, valamint a sport- és egészségnapokat. A rendezvényre több százan látogattak ki a hétvégén, és több mint 45 csapat versengett egymással a Mosoni Dunán. Már 9. alkalommal rajtoltak el a vizen a környékbeli céges és baráti sárkányhajó csapatok a Mosonmagyaróvári Volután. A csapatok már áprilisban elkezdtek készülni a versenyre, ahol legelőször időfutamokon mérettették meg magukat. Ez a verseny egész jól sikerült, ahhoz képest, hogy harmadszor ülünk hajóba. A csapat eléggé ismeri egymást, nincs összeszokva, úgyhogy próbáljuk még kiküszöbölni azt a hibát, hogy itt a közepén kicsit szétessünk, ezért gyúrunk az eldöntőre, biztos, hogy nyerni fogunk. Először időfutamok vannak a csapatok között, és az időfutamok alapján alakulnak ki a kategóriák, és ezután lesz a nap végén pedig a döntő, minden kategóriánál a döntők. Idén először a Volutával párhuzamosan rendezték meg a sport- és egészségnapokat is. Hivatalos városi rendezvény Mosonmagyaróváron. Egybe szerveztünk egy másik nagy rendezvényt, a Városi Sport és Egészségnapot a Volutával, hogy tényleg egy igazi sport és családi rendezvény legyen. Reggel 9 órától már körülbelül több mint 20 vagy 24 sportág mutatkozik be itt a színpadon, hát a hátam mögött. Vannak kis sátrak, ahol bemutatkozhatnak, információt adnak az egyesületek, sportklubok a tevékenységükről, és közben pedig természetesen zajlik a verseny. Az egészségnapokon az érdeklődők mindenfajta sportban, a jógán keresztül a küzdősportokon át egészen a különfajta táncokig betekintést nyerhettek. Úgy gondoltuk, hogy tényleg akkor csináljunk Mosonmagyaróváron egy olyan rendezvényt, ami tényleg egy egységes sportrendezvény, és a város tényleg sportszerető közönsége ki tud jönni, együtt tud szurkolni a sárkányhajóknak, és együtt próbálhatja ki az összes sportágot, amit Mosonmagyaróváron meg lehet találni. A programok mellett pedig folyamatosan zajlottak a futamok. A jó eredmények eléréséhez elengedhetetlen a csapatmunka. Fontos, hogy minden tag összhangban legyen egymással. Már évek óta résztvevői vagyunk ennek a nívós rendezvénynek, és azt gondolom, egy jó csapat összetartó tréning. Jól érezzük magunkat, kijön a város apraja, nagyja. Úgyhogy az idő is mellénk állt, teljesen jó kis rendezvénynek néz ki ez az ide is. A fesztiválon a résztvevők és a szurkoló közönség is egyaránt jól érezték magukat. Negyedszer lesz házigazda az Eto Futsal az UEFA Futsal Cup mérránt körében. A Sportág Bajnokok Ligájának számító sorozatban a futsal világ legjobbjait láthatják majd vendégül a győriek. A szeptember végi négyes tornán az első két helyezett jut majd az elit körbe. Az Eto egyébként története legjobb helyén áll az UEFA ranglistáján. A 8. helyezés azt jelenti, hogy a kedvező első kalapból várhatják majd a győri main run sorsolását a zöld-fehérek. 5 napos tábort szervezett Győrben az egyik bajor foci csapat iskolája. Magyarországon ez volt az első, Németországban, Ausztriában és Kínában azonban már komoly hagyománya van a programnak. A rendezők profi edzéseket tartottak a 6 és 12 év közötti gyerekeknek, akikből akár a jövő játékosai is lehetnek. Gyerekek rúgják a bőrt az Eto műfüves pályáján. Az Audi Schanzer, a német FC Ingolstadt futballiskolája először szervezett 5 napos tábort Magyarországon a 6-12 éves korosztály számára. Délelőtt és délután van edzésünk. Az edzők különböző állomásokon dolgoznak a gyerekekkel. Megtanulhatják a technikát, a koordinációt, a támadójátékot, vagy éppen a kapuralövést. Mindenki mindenhol gyakorolhat életkorának megfelelően. Az Audi Schanzer évente 11 német tartományban rendez hasonló tábort több ezer résztvevővel, a győriben csak nem 50-en voltak. Létrejöttét összehangolt szervező munka előzte meg. Nagyon büszke vagyok, hogy az első évben már mintegy 50-en eljöttek, remélem, hogy jövőre még többen lesznek. Eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és mi is nagyon jól érezzük itt magunkat. A legfiatalabb táborozó mindössze 6 éves volt. Jól éreztem magam. Bójarúgás volt, cseleket.
A fiúk közül többen már régebb óta fociznak, ebben a pár napban azonban ők is sok újat tanultak az edzőktől. Cseleztünk, fociztunk, már nagyon jó az a tábor. A tábor az izgalmas játék mellett sok meglepetést tartogatott a gyerekeknek, akik mezzel, kulaccsal és rengeteg ajándékkal térhettek haza. Idén is volt Szent László napok Győrben, a kilátogatókat a lovakkort idéző hangulat várta. A vitahevében egy késsel megszúrta lakótársát egy nő Győrben, súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás. Nem csak a színpadon, hanem a sportpályán is bizonyítottak a Győri Nemzeti Színház művészei. A Kecskeméti Színész Olimpiáról 14 aranyérmet hoztak haza a társulat tagjai. Kóródi Petra ma este is itt van velünk a stúdióban, és magával hozta a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Képek egy eltűnt világból, Gróf Batthyány Gyula alkotásaiból nyílt kiállítás Győrben. Gróf Batthyány Gyula képeiből ez az eddigi legnagyobb és legteljesebb kiállítás, amit valaha láthattak az érdeklődők. A tárlat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban várja a látogatókat egészen augusztus végéig. Aztán Kavicsok a fényben kiállítás a Tatai Múzeumban. Kerti Károly György festőművész különleges tárlata már látogatható Tatán a Kuni Domokos Múzeumban. Aztán szintén már látogatható a Székelyföld című kiállítás Tatabányán a Vértes Agorájában. A Székely udvarhelyi fiatal fotósklub tárlatát egészen augusztus 31-ig nézhetik meg az érdeklődők. A kiállítás Székelyföld legszebbjeit vonultatja fel. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Eleinte változóan felhős, majd tiszta lesz az idő kedden, északnyugaton az előrejelzések szerint. Csapadék nagyobb eséllyel csak a nap elején fordulhat elő, estére már gyönyörködhetünk a csillagokban, hiszen elvonulnak a felhők. Kedden a hajnali órákban 15, amíg reggelre 23 fokot mutathatnak a hőmérők. A nappali csúcs 28 fok körül alakul, amíg kedden este 13-19 fokot mérhetünk majd az előrejelzések alapján. A következő napokban tiszta, napos időjárás várható északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szerdán a napsütésben reggel és este 13, amíg napközben 26 fok valószínű. Csütörtökre is túlnyomóan napos időjárást jeleznek, a nap elején és végén 14, amíg nappal 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A péntek is tiszta napos lesz, a reggeli és az esti órákban 16, amíg napközben 30 fok várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták június 29-én hétfőn. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Friss híradóval legközelebb kedden este 7 órától várjuk majd Önöket. Számítunk figyelmükre akkor is. Addig pedig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.